Sziasztok, üdvözlök mindenkit, sok szeretettel. Éppenséggel sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hellótok, üdvözlök mindenkit, sok szeretettel, szia drága! Sziasztok, gyerti! Jónás Ildikó, szia, szia! Üdvözöllek, szia drágám! Szia drága! Anitám Pozna, szia! Éppen megyek gyalogra a boltba. Szia Anitám, szia drága Anita. Éppen boltba megyek gyalogra, Anitácskám. Itt vagyok a buszmegállóba. Drága Anitám, csak vártok, hogy a jobban lássatok. Itt vagyok borogon a buszmegállóba. Megyek éppen dorogra, és megyek venni húst. Hellótok, sziasztok! Hellótok! Na már hárman vagyunk innen nézve. Nem csak én hordok, mert nem voltam a... Voltam az orvosnál is, úgyhogy... Hát azért néha hordok buszon, mert ki tudja, kik milyen betegek. Jó vagyok, csak... Szia, Cynthia! Hello, Cynthia! Jó vagyok! Jó vagyok, Cynthia, köszi, buszmegállóban vagyok, drágám. Úgyhogy megyek a boltba, és akkor megjövök. Hát attól függ, hogy jönnek a buszok, tudjátok. Most hiába akarok egy óra múlva megjönni. Csak majdnem fél óra, majdnem hánynagyom, mire drogra elérek. Attól függ, hogy melyikkel megyek. Köszönöm, Ricsi Szabó, drágám, köszönöm. Lehet életem, igen, Poznanitám, igen. Igen. Igen, és akkor elmegyek húsért, és akkor nekiállok valamit főzni, meg lehet, hogy veszek ezt a mexikói zacskó zöldséget. Hát én nem fogok 100 zöldséget 1000 forintért venni, az biztos, hogy nem.
Úgyhogy ezt a mexikói zöldségből csinálok húslevest, ami már kész van, meg össze van vagdalva, meg ilyenek. Hát alapból nem ér annyit az egész, úgyhogy csinálok valami húslevest, egyből megvan, egy-kettőre. És akkor... Na. Szia Marikám, szia drága! Úgy látszik, itt kint nem szaggat a wifi, én nem értem, mi van ott a udvarunkban, hogy ottan szaggat, bent, pedig hát van wifi. Itt meg nem szaggat, és itt rá tudtam csatlakozni wifire. Itt a busz magában, de nem szaggat. Nálam szaggat, pedig hát van wifi. És én nem értem, hogy miért szaggat. Nem bírok live-ozni, mert akadozik, meg ilyen otthon. Jó vagyok, köszi. Köszi, édesem. Igen, Bani. Úgyhogy lehet, hogy húsra egysenek már, de meglátom, hogy mit főzök ma, mert gondolkodt meg azt hiszem, hogy kőkrumpit is vennem, el ne felejtsem. Meglátom, mit csinálok, de valószínűleg valamilyen levet biztos csinálok, de szerintem lehet, hogy húsleves lesz. Egy jó kis csirke húsleves. Oké, Szinti. Igen, hát nekünk van a szobába bevezetve egy internet, de hogy miért akadozik ezt, nem tudom, pedig a kód be van ütve. És hogy miért akad, nem tudom. Nem tudom, hogy miért akad. Az is jó, bableves, az is jó. Bár még nem csináltam, de biztos jó lehet. Előre kell, hogy beázzon, és ki tudja, meddig föl. Oké, Szinti. Igen, akadozva, de lesz. Tehát percenként akadozik, majd a live, de live-ozok. Szia, kedvesem, szia! Úgyhogy életeim... Arra a döntésre jutottam, hogy sokkal többet foglalkozok az egészségemmel inkább, mint hogy idegeskedjek, meg mások szavára felé üljek. Vanikám biztosan, drágám, ezt el fogjuk beszélni, összetettebb, de igen. Igen, Jacqueline, rendben. Tehát egészségemmel többet fogok foglalkozni mostanság, mint az, hogy mások szavára felé üljek. Mostanára elég volt ebből az egész dologból. Visszább is vettem. Mindennel visszább is vettem. Úgyhogy inkább foglalkozok magammal most. Mint tudom, hogy én idegeskedjek, meg szétszihálom az életemet.
hogy az életem, hogy a házasságom majdnem ráment az egészre. Nem sok híja, hogy ráment, és ez nem fogok idegeskedni senki és semmi miatt. Most pont rajta vagyok azon, hogy az egészségemet helyre rázzom, és a cukrom jobb is lett a cukrom, meg a vérnyomásom is nagyon jó. Úgyhogy nem foglalkozok Igen, Jakub. Úgyhogy ez van. Többet fogok egészségemmel után foglalkozni, mint gondoltam. Csak egy kicsit gyűjek helyre. És időnként lassan, de nem beszedek mindent. De ez nem jelenti azt, hogy teljesen feladom. Csak annyi, hogy helyre rázom magamat, erőhő kapok. Összeszedem az életemet, helyre rázom, és akkor indulhat a mandula. Kicsináltak teljesen engemet olyan szinten, hogy az nem igaz. És ok nélkül vádoltak onnan, ami nem igaz, meg föltettek oda, ahova nem is, ahova én fel sem mennék, olyan helyre föltettek. Túloldalon hesszőlik az embereket ellenem, helyemben irkálnak, és azt sem tudom, hogy mi van. Közben kapom a híreket, hogy mi ez. Mondom, én nem tudom, hogy mi ez, mert én nekem nincs is az a Facebookom, meg én nekem ez úgymond privát Facebook, ami van. Tehát azt tudom mondani, hogy én nekem már hivatalos oldalam nem is igazán gyakorlatilag van. Nincs is igazán gyakorlatilag. Gyakorlatilag igazán nincs is hivatalos oldalam. És én nem foglalkozok senkivel valójában. Senkivel nem foglalkozok valójában, és elég volt ebben az egész dologból. És gyakorlatilag nem fogom magamat tönkretenni regileg. Én most mindenféle vizsgátokra elmentem, és befejeztem itt az egész dolgokat egy jó időre. No, nem teljesen, mert tudatba fogok menni, csak annyi, hogy engemet nem igazán fognak elérni olyanok, akik nekem problémát okoztak. Egész életemben harcoltam azért, hogy eljussak ide-oda, ahol voltam. Amit elértem saját önmagamtól, egész életemben azért harcoltam. Oké. Úgyhogy én nem fogom magam idegesíteni, nem fogok őrlődni senki és semmi miatt. Nekem elegem volt egyszer és mindenkorra azokból a negatív emberekből, akik engemet letapostak, sárba tapostak és kicsináltak. Tehát nem. Nem fogom magam oké, szintén. Tehát akik sárba tapostak engemet, nem fogok velük idegeskedni, meg nem fogok velük foglalkozni. És gyakorlatilag arról van szó, hogy kikészültem idegileg ez miatt az egész dolog, mert hogy mit nem műveltek velem, mire nem voltak képesek. Úgy, hogy nem is tehettem róla, meg nem is akartam. Nem szerettem volna, meg nem akartam idáig fajulni, nem akartam, hogy idáig fajuljon a dolog, amiket ők leműveltek. Mert mások hesszelték, és az én nevemben irkáltak, és eljetették az emberekkel azt, hogy én ilyen, meg olyan, meg amolyan vagyok, közben meg nem. Manikám, majd írok. Úgyhogy erről van a szó, gyerekek. Ki vagyok idegileg készülve. Ez miatt úgyhogy rendbe kell szednem a életemet, rendbe kell szednem minden egyéb dolgot. Úgy az életemet, úgy a körülöttem lévő dolgokat. Nekem egy csomó dolgom van otthon a ház körül.
ház körül egy csomó dolgom van. Mindig lefoglaltam és lefoglalom magam, sosem unatkozok. Nem csargottam, nem csargok én sehová se. Nem csargok én sehová se. Mindig van mit csinálom otthon a ház körül. Én otthon nézem a tévét, vagy éppenséggel olvasok, vagy éppen földök, vagy takarítok. Ha nem is live-ozok, de földök, mosok, takarítok. Még ha nem is vagyok live-ba, mert sokszor azért nem voltam live-ba, mert éppen nem volt telefonom, vagy szar volt a telefon, vagy a mobilodat internetem. De amúgy tényleg a legtöbbször a időmet a munka veszi el otthon, meg ha éppenséggel komoly dolgunk van. Ennyi a dolog. És engemet nem védek, hogy más mit gondol én rólam. Én tudom, hogy milyen vagyok, és csak azzal foglalkozok, amit tudok, hogy én milyen vagyok, és mire vagyok képes, és mire nem. Tehát én nem bántottam, nem felégetek senkit, csak elég volt abból, amiket ők leműveltek, meg amiket ők csináltak. Az én nevemben csináltak olyan dolgot, ami nem volt szép. Ami nem volt szép, ellenem hergettek embereket, ellenem húztak hivatalos személyeket, ellenem húztak úgy, hogy nem győztem magyarázkodni. Annak a betege vagyok, annak a nyomora vagyok most. Konkrétan annak a nyomora vagyok, annak a betege vagyok most, amire ellenem húztak embereket. És nem érdekel senki és semmi. A lényeg az, hogy foglalkozok magammal, inkább, hogy rendbe gyűljek. És nem törődök senkivel, drága egyetleneim. Csak azzal, hogy helyre jöjjek. Néha láttok így live-ba engemet, semmi több. Semmi extra. Live-ba legtöbbször láttok, meg énekelek majd nektek, de semmi több. Engem nem sűrűn láttok itt-ott. Engem nem sűrűn láttok mostanság nagyon fellépni. Ez függ mindentől, ha komoly valaki van mellettem, akkor igen, ha nem, akkor nem. Úgyhogy én itt befejeztem az egész dolgot, és úgyhogy gyakorlatilag ez van, drágáim. Jó, beelőlek majd. Úgyhogy gyerekek, köszönöm, hogy itt voltatok, ennyit akartam mondani, hogy most magammal foglalkozok egész végig, csak is magammal fogok foglalkozni. Egészségemmel, és hogy rendesen szedjem a gyógyszert, normálisan szedjem a gyógyszert, semmi több. Sziasztok, üdvözlök mindenkit!